A Vodafone megvásárlása kapcsán a Költségvetési Bizottság elnöke levélben fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez. Adatokat kért a tranzakció részleteiről a miniszterektől. Hétfőn került nyilvánosságra, hogy a magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében. A hírek szerint a vállalatot 715 milliárd forintért adják el. A vonalban Vajda Zoltán, a Költségvetési Bizottság MSZP-s elnöke. Jó reggelt kívánok Vajda Zoltánnak! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek és önnek is! Én ott folytattam, ahol az LMP-s Gál Józseffel abba hagytam, hogy önnek van 70-es mobilja? Van, igen, a kislányomnak például 70-es mobilja van, és gondolom azt kérdezi, hogy most akkor fel fogjuk-e mondani, vagy megváltoztatjuk-e. Hát ezt nem tudom, de az a kifejezés most megint a fejemben van, amikor valamikor olyan korszakot éltünk, amikor arról beszéltünk időnként, hogy ne haragudj, ez nem telefontéma. Lehet, hogy ez megint ez a korszak jön, bár nem tudom. Amúgy egyébként, amióta kiderült, hogy újságírókat, akik különböző hát nyári időpontokban a tengereken fotókat készítettek, lehallgattak bizonyos kémszoftverekkel, azóta én telefonon nem beszélek meg olyan kérdést. Uh-huh. Ja, meg ügyvédeket, ugye? Meg ügyvédeket, de nem úgy, hogy konkrét ügyekben, hanem azoktól teljesen függetlenül. Csak úgy általában. Ja, általában, igen. Szóval, hogy tehát ez ugye nem kapcsolódik a Vodafone eladásához, hanem ez úgy hát a jelen helyzetben a rendszerváltás után 30 akárhány év. Így jellemző, de nem is ezt akartam kérdezni, mert az MSZP-nek egy nagyon vicces közleményét olvastam a minap, és ez a költségvetéssel összefügg amúgy, azért vettem fel, nevezetesen, hogy vajon megbüntették-e, és visszatérünk mindjárt Vodafone-ra, megbüntették-e azokat, akik nem tudták előre látni, hogy jövőre mennyi lesz az infláció, mert ugye 5,5-ön áll a jövőre tervezett infláció, ami nem egy hónapos adat, hanem egy egész éves adat. És hogy egyébként az euró, amit beterveztek a költségvetésbe, hát nemhogy 400 felett lenne, hanem? Tehát az idei költségvetést a fideszes kormány 361 forintos árfolyammal tervezte. Így van. A jövő évig pedig 377 forintossal. És valóban ebben a közleményben, mint éppen csak azt kérdezzük, az ember időnként kínjában viccelődik. Amikor nagyon nagy baj van, akkor szerintem egy picit a vicc is talán segített ezt átvészelni, és valóban talán egy kicsit vicceskedni. Azt kérdeztük, hogyha az OMS vezetőit kirúgták azért, mert nem jól jósolták meg a 20-ai időjárás estére, akkor vajon a fél kormány már távozik-e, hiszen nem nagyon sikerült mondjuk a 361 forintos idei euró árfolyamot eltalálni. Most éppen néztem, most már 414, majdnem 415 forint a dollár. Csak igen, most már. Tegnap még 413 volt a dollár, most már 400. Hát az a tegnap. Igen. Igen. Jó, de ugye az OMS-nél nem az történt, hogy nem jól jósolták meg, hogy mi várható, hanem azt mondták, hogy 90%-os valószínűséggel ez várható. Tehát nem azt mondták, hogy 100%, hogy ez lesz. Természetes, azt hogy én nem, ez nem az én szaktárban jól, tehát nem vagyok időjól, bár persze, ezt mindjárt de a költségvetésnél, vagyok. A költségvetésnél nem ez van, mert azt tudjuk, hogy ugye előre kell megmondani a jövő évi várható folyamatokat, de már most látszik, hogy az biztos, hogy nem lesz úgy. Tehát az annak nulla a valószínűség, ami bele van írva. A És hány olyan egyéb kormányzati dolgot tudunk mondani, ahol hát marig vagy szerintem tudatosan más mondanak, mint a valóság. Az OMS vezetői pedig egy 1%-os értéket mondtak, és egy kisebb százalékkal becsült dolog jött be, ha igen. Jól értem. Igen. De ha nem haragszik, és tényleg nem akarom önhelyet szerkeszteni műsor, de nem szabad az, hogy ez elfedje a valós problémát. Én nem vagyok annak a híve, hogy azt gondolom, hogy ilyen fedő történeteket kreál a kormány, hogy valami gumicsontként azon rágódjunk, és a nagyobb dolgokat ne törődjünk, de én tényleg azt gondolom, hogy az OMS vezetőinek a kirúgása természetesen botrányos, de nem szabad, hogy elfedje azt, hogy a Vodafone körül mit művelnek, ami tényleg azt gondolom, hogy elképzelhetett bűn, amit most tesznek. Szoktuk azt ellenzék igen sokszor mondani ilyen szófordulatként, hogy nem tudjuk, hogy mit művel most a Fidesz. Ez sokszor csak ilyen szófordulatként mondjuk. Én most őszintén mondom ennek a legőszintébben, hogy tényleg nem tudom, hogy mit művel a Fidesz. Tehát a saját logikájukban sem tudom, hogy ezt a Vodafone megvételt miért így, miért most, és miért ebben a konstrukcióban teszik. Őszintén mondom, hogy a saját logikájukat sem értem most már. Hát talán azért, mert amit mondtam, hogy egy szolgáltatóban már benn van az állam, a másik a stratégiai partner, és most szerzi meg a harmadikat, tehát hogy valószínűleg azért, mert kell az információ és a döntési potenciál, vagy kompetencia.
Hát hogyha így, tehát hogyha propaganda vagy a Rogán Antali logikával nézzük, és akkor ugye azt is lehet mondani, hogy a kábel TV szolgáltatót ugye tulajdonolja a Vodafone, és akkor ezzel mondjuk a kábel TV-t is valamilyen módon irányítani tudja, hogy mikor melyik csatornát és hogyan lehet nézni. Tehát hogyha ilyen logikát nézzünk, akkor lehet, hogy van benne logika, csak én szeretnék azért valamelyikre racionális más logikákat is nézni. Pénzügyi szempontból, költségvetés szempontjából egy drámai válságnak alatt, közepette, előszelében, amikor éppen tényleg nagyon komoly megszorításokat tettek a költségvetésben, különadókat vezettek be, a katát megszüntették a rezsicsökkentés, hagyd ne soroljam, és úgy tűnt, hogy a fiskálisan a költségvetés szempontjából tényleg komoly megszorításokat tesznek, utána hogy találnak egyszer csak több százmilliárdos tételt, mondjuk összemérhető azzal a számmal, amit ők a pedagógusok béremelésére mondják azt, hogy Brüsszeltől, olyan ők mondják, Brüsszeltől várnak, hogy van erre több százmilliárdos tétel, mindez egyébként az uniós tárgyalás soknak a legkritikusabb időszakában. Őszintén mondom, nem látom, hogy mi az a logikájuk ebben ilyen szempontból. Most azzal nyugtattak a szerkesztők, hogy már van egy perc, de az egy perccel ezelőtt volt. És én így fejtettem meg, hogy mi ennek az intézkedésnek az értelme. Igen? Eddig kevés adón láttuk a van egy perce rovatot. Ja, hát, hogyha, igen, hát akkor lehet, hogy ez. Látja? Igen, igen. Tényleg nekem is vannak ilyen fantáziám. 1984-ben van ugye az a beszélő kép, ami mondja a nagy testvérnek az üzeneteit. Valóban, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy árat fog ezért fizetni, és nem a kormány fizet ezért nagy árat, hanem a mi szeretett hazánk, mert nem a kormánynak a pénzéről, és nem a kormányról van szó, hanem a hazánkról van szó. Beszéltünk az euró árfolyamról, de ugye sokan tudják, hogy leminősítés határán vagyunk, ugye az S&P múlt hét előtti pénteken már arról beszélt, hogy leminősíthet, elszáll az infláció, nem mondom talán a dolgokat, tényleg nagyon-nagyon nagy árat fizethetünk ezért sajnos mindnyájan. Hát akkor reménykedjünk a GVH kemény, hatékony intézkedés, ez egy helyeslésnek vélem. Vagy... Ja, amelyik nem intézkedhet, ugye, mert valamilyen okból, bocsánat meg még egy példát, valamilyen okból nemzetgazdasági, vagy nemzetstratégiai jelentőség, én nem is tudom, hogy az egy kifejezés minősítették, ha nekem valaki megmondja, hogy ez miért az, akkor meglátjuk, egy ezt is megkérdeztem a két minisztertől, kíváncsi várom a válaszokat. Hát, mint az elkészülő, remélhetőleg elkészülő Fudan Egyetem, az is kiemelt nemzetgazdaságilag fontos beruházás, ez is az. Volt. Nekem az a tapasztalatom, hogy azokat minősítik egyébként ilyennek, ahol valami susmus van. Tehát szinte nekem már akkor jelez a zászló, ha úgy érzi, hogy valami susmus van, és ezért ki akarják venni abból a körből, hogy ezt lehessen normális módon vizsgálni, akkor egy ilyen kiemelt nemzetgazdasági jelzőt tesznek rá, mint amit ön mondott példaként, hogy ezt is, hát meglátjuk. Vajda Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, beszélgettünk. Szép napot mindenkinek. Minden jót.